Sziasztok! Én egy berzés, végzős diák vagyok. Mindannyian nagyon vártuk már ezt a napot, hogy találkozunk veletek, 8. osztályosokkal, és bemutathassuk nektek iskolánkat. Ti, végzős általános iskolások, most egy nagyon nehéz döntés előtt álltok. El kell döntenetek, hol folytatjátok tovább tanulmányaitokat, melyik középiskolát választjátok. Ebben mindig hatalmas segítség, ha elmentek az előre kiválasztott sulikba, és saját szemetekkel látjátok az ott folyó diák életet. Mi berzések is mindig megrendezzük a nyílt napunkat, ahol be lehet ülni mindenféle órára, magyarra, matekra, vagy angolra, és lehet látni, mit is tanulunk mi, berzések. A szakmás órákon bepillantást nyerhettek, mit is kell nekünk megtanulni a kereskedelemről, a pénzügyről és a turizmusról, és hallhatjátok a nyelvórákon, milyen profin tudunk angolul és németül. A dökös diákok végig szokták kalauzolni a 8-osokat a suli hatalmas épületében, és akkor mindenki megnézheti, hogy mi, berzések, hol is töltjük a mindennapokat, hol ücsörgünk a szünetekben. Miközben pedig a földszintől a 3. bejárjátok az egész sulit, bekukkanhattok a termeinkbe, vagy például megnézhetitek azt is, milyen a tornatermünk. Most az is kimarad nektek, hogy személyesen tudjuk elmesélni, milyenek szoktak lenni a szalagavatók, a gólyatáborok és a kopaszavatók. De sokat tudnánk arról is beszélni, hogy milyen jó érzés, ha egy jól sikerült verseny után akár a parlamentbe fogadhatjuk a gratulációkat. Ebben a tanévben a járványhelyzet miatt úgy alakult, hogy személyesen nem tudunk titeket végig kalauzolni iskolánkban. Ehelyett azt találtuk ki, hogy ebben a formában mutatjuk meg nektek, milyen is a berze. Amikor berzés diák lettem, és megtudtam, hogy a berzének van egy saját kávézója, először nagyon érdekesnek találtam, de így utóbb visszagondolva ez egy nagyon jó lehetőség a diákok számára, hiszen így a turizmus szakon belül a vendéglátásba is beleláthatunk, illetve lehetnek így gyakorlati óráink is. Voltunk már külső gyakorlaton is, itt Miskolcon, de amit én a legeslegjobban várok, az a nyári gyakorlat lesz. Tambolt, ahol most vagyunk, ez az intézményen belül helyezkedik el. Itt ismerkedhetünk meg a kereskedelem alapjaival, amelyet a szakmai gyakorlatunk során tudunk alkalmazni. És ez a tambor nem csak arra jó, hogy megtanuljuk, hogy hogyan működik az árukihelyezés, hanem a későbbiek során, hogyha mi ezzel akarunk tovább tanulni különböző egyetemekre, akkor mi pluszpontokat tudunk tovább vinni, valamint, hogyha nem is akarunk tovább tanulni, megcsináljuk a plusz egy évünket, és ugye megkapjuk a szakmai végzettségünket, amivel könnyebben találhatunk majd munkát a kereskedelemben. Jelen pillanatban az iskola egyik tanirodájában vagyunk, ami azért lett kialakítva a számunkra, hogy el tudjuk sajátítani a szakmának az alapvető dolgait. Fontos, hogy ilyen helyeken tudunk tanulni, mivel már az iskola évek alatt sikerül elsajátítanunk olyan dolgokat, amiket később tudunk hasznosítani. Az érettség után minden diáknak lehetősége van itt maradni és egy szakmai vizsgát tenni, aminek a keretében sokkal értékesebbek leszünk a munkaerőpiacon, de ezen túl még az egyetemi éveken is tudjuk hasznosítani, mivel pluszpontot jelent számunkra. Több mint 600 diák jár ide nappali tagozatra és körülbelül 70-80 felnőtt oktatásban. 3 jelentős szakunk van a 9-esek számára, közgazdasági ágazat, kereskedelem ágazat és turisztika, az érettségi utáni képzésben pedig vendéglátás. Az iskola egy több mint 100 éves épületben működik, erre az épületre mi nagyon büszkék vagyunk, igyekszünk meg is őrizni azokat az elemeket, amelyek már ilyen régen a rendelkezésünkre állnak. 2011-ben sikerült felújítani az épületet teljes egészében, azóta van egy olyan 3. szintünk, ahol informatika termek, taniroda van, és ott a közgazdasági ágazatos gyerekek tudnak gyakorolni. Ezen kívül van egy tankávézunk a turisztikásoknak és vendéglátós tanulóknak, tamboltunk a kereskedőknek, ahol a kereskedelmi gyakorlati részt tudják itt az épületben is elsajátítani. Számtalan olyan gyerek jár hozzánk, akinek már a szülei, nagyszülei vagy valamilyen rokona ebben az iskolában végzett.
Ezt mi például a szalagavatón el is szoktuk egy külön a számukra készült szalaggal ismerni. Nem véletlenül gondoljuk magunkról azt, hogy társak vagyunk a szülők és a gyerekek számára, mert olyan végzettséget tudunk nekik biztosítani, amivel nagyrészt tovább tanulnak, vagy jól el tudnak helyezkedni. A 2021-22-es tanévben három ágazatra jelentkezhettek. Kereskedelem, gazdálkodás és menedzsment angol vagy német előkészítő évfolyammal, illetve turisztika vendéglátás német vagy angol két tanítási nyelvű osztállyal. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, legyen szabad az út. Vissük ide ma fel, hogy megmarad ez a hely, a végén itt ragadunk. Álljunk bele, ha kell, bármi jöjjön is el, ha ne lesz szabad az út. Az évkönyvek és a tablók tanúsága szerint 13.953 diák végzett eddig nappali tagozaton, és 7.338-an a felnőtt oktatásban. Legyél te is egyike a több mint 21.000 diáknak.